Kedves hallgatóság! A fizika történeti bevezetőnk harmadik, utolsó blokkához érkeztünk el. A tudomány kezdeteiről szeretnék pár szót mondani. Természetesen ez csak akkor érthető, hogyha az előző videóknak, tehát az alapgondolatok és az absztrakt gondolkozáson mondottak tartalmát valaki ismeri, és ennek ismeretében érdemes ennek a videónak a nézését elkezdeni. A múlt ismerete. Erről a fizika kultúrtörténete könyv 1.1-es fejezetében olvashatunk. Itt ennek egy részét ismertetem csak. Sokszor elég hiányosak az információink. Például azért, mert azok a kultúrák, akik nem hagytak ránk írást, azokról keveset tudunk. Például a megalitikus kultúrák, majd említem, hogy mik is ezek a megalitikus kultúrák. Vagy bizonyos írásmódok ugyan voltak, de nem tartósak. Például az egyiptomiak nagyon sok mindent szerettek papiruszra írni. Azok közül nagyon kevés maradt fel, nagyon nagy szerencse kellett, hogy több ezer évet túléljenek a papiruszok olvasható formában. Vagy sajnos az ős magyar rovásírás is nem tartós anyagra készült, és nagyon sok tudás elveszett, mondjuk arról, hogy őseink mit tudtak és mit nem. Aztán nagyon sokszor a természettudományos ismeretek félig titkosak voltak, például az ókori Egyiptomban. Nagyon sok mindenről tudunk az odalátogató görög filozófusok leírásából, hogy igen, ezt ismerték az egyiptomi tudós papok, csak a részletek nem maradtak fönn. És aztán a háborúk és vandalizmus romboló hatásáról se szabad elfeledkezni. Például az alexandriai könyvtárat volt, hogy véletlenül tűz pusztította, de volt, hogy tudatosan rombolták le háború során. És ezért a múltról nagyon sok tudás elveszett. És ne lepődjünk meg azon, hogyha valamit tanulunk ebben a tárgyban, és aztán valamit fölfedeznek, és át kell írni főleg a legrégebbi ókori tudománytörténetnek egy-egy fejezetét, az teljesen benne van a pakliban. Néhány példa tudatlanságunkra, a megalitikus kultúrák. Ugye ezt a képet itt feltétlenül mindenki ismeri, az angliai Stonehenge környékén van ez a híres kőkör, óriási kövekből összeállított alakzatok, de nem csak Angliában, hanem egész Európában, főleg a partvidék mellett, egészen fönt Írország, Skandináv félszigettől kezdve, de Máltán és Afrikában is találhatunk különféle kőköröket. Hatalmas, soktonás kövek ezek. Írásbeliségük nem volt, vagy csak nem ismerjük, és ezért nagyon keveset tudunk róluk, pedig biztos, hogy nagyon fejlett társadalomnak kellett annak lenni, amiknek még minimum praktikus mérnöki ismeretei is voltak, hogy ezeket meg tudják építeni. Vagy itt vannak más megalitikus építmények. Föl tudták pakolni ezeket ide. Vagy nagyon precíz kőfalakat többnyire habarcs nélkül tudtak készíteni, véseteket. Ezek időszámításunk előtt több ezer éves korból származak. Nem ez a lényeg, ezért nem térünk ki, aki akar utána olvashat ezeknek a dolgoknak. Nagyszerű építményeik voltak, és ezekben például nagyon fontos égi irányok is tükröződtek. Mondjuk a napkeltének az iránya a téli napfordulókor, nyári napfordulókor, de némelyikben még jelentősebb csillagokra való utalást is láthatunk az irányokban. Tudjuk tehát, hogy ügyes építők voltak. De mit tudhattak a mechanikai elméletekről? Volt-e valami kezdetleges mechanikai elméletük? Nem tudjuk. Az építményekből tudjuk, hogy figyelték az égitestek mozgását. De mit gondoltak róluk? És mire használták fel a tudást? Valószínűleg egyfajta naptárként funkcionáltak, tehát például tudták, hogy na, közeleg a tavasz, itt van a nyár közepe, és ennek megfelelően mondjuk a mezőgazdasági dolgokat tervezték, igazították ehhez, de igaziból nem tudunk róla részleteket. Biztos, hogy több generációnál továbbadták az új technikát.
Tehát, de csak szóban adták? Vagy voltak tervrajzaik? Vagy csak ilyen mágus képzőkbe mesélték el a többieknek a titkos tudást? Nem tudunk erről semmit se. Pedig kétségtelenül hatalmas dolgokat hoztak létre, és ezt nem lehetett csak úgy hip-hop összehozni. Az ókori kultúrák, amikre mi koncentrálunk ebben a fizika történet előadásban, az alábbi három kultúrkört jelentik. Mezopotámia, Egyiptom és Görögország. Ezekkel a címkékkel fogom jelölni, bár ezek a címkék pongyolák természetesen, mert inkább csak egy-egy területet jelentenek, amin többféle birodalom, többféle politikai elrendeződés váltotta egymást az évszázadok, évezredek alatt. De nincs időnk ezeket követni, aki akarja például a fizika kultúrtörténetében is részben követheti meg, hát a hagyományos történetírásból. De mi ezeket a gyűjtőneveket használjuk, és mondjuk nem érdekel minket, hogy egy konkrét görög filozófus az aténi volt, vagy valamelyik másik városállamnak a tagja volt, azt mondjuk, hogy Görögország. Persze ilyen nem is volt az ókorban ország, ugye független városállamok, amik esetleg itt-ott összeszövetkeztek, vagy egymással összemarakodtak, de egyszerűsítenünk kell a dolgokon, és ezért azt mondjuk, hogy Mezopotámia, ami lehet akár Sumér is, vagy Babiloni, vagy Perzsa, de azt a vidéket jelöli ezt a dolgot, vagy Egyiptom is több birodalom, Egyiptom területén is több birodalom változott. Persze most megkérdezheti valaki, hogy mi van az Indus-völgyi, tehát indiai vagy kínai azték civilizációkkal. Ezekre csak néha fogunk utalni, mert ezeknek a fizikára való hatása viszonylag csekély. Ha matematika történet vagy technika történet lenne ez a tárgy, akkor mondjuk kihagyhatatlan lenne például Kína ebből a szempontból, de fizikában viszonylag kevés dolgot mutattak meg a kínaiak, és ezért kisebb fókusz helyeződik oda. A térképen ez a három nagy területegység idézőjelbe téve mutatva, hogy ezek nem precízek. Görögország, hát a görög kultúrkör, Egyiptom és Mezopotámia itt helyezkednek el a térképen, és ezekre fogunk fókuszálni elsősorban az ókori fizika megismerésében, tudva, hogy ez is egyfajta abstrakció, hogy erre a három címkére egyszerűsítjük le ezeket a kultúrköröket. Köszönöm szépen a figyelmet!